A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Ámen. Forduljunk Urunkhoz közösségben és hittel, a 90. Zsoltár első versét énekelve naptári évünk utolsó istentiszteletén, belehelyezkedve az ősi hitvallásba, te benned bíztunk elejétől fogva, Urunk. Helyünket elfoglalva és az Úrtól tanult imádság közös elmondásáig helyünkön is maradva folytassuk a 90. Zsoltár éneklését annak második és harmadik versével, ezzel kísérve át a kicsinyeket gyermek Isten tiszteletre, akik az év múlása és a hideg idő ellenére is itt vannak közöttünk. Kívánjuk, hogy legyen Isten szent lelke a maga ajándékozó jelenlétével veletek az alkalmon, és kérjük, hogy legyen és maradjon velünk és közöttünk is. Énekeljük tehát szembesülve földi időnk mulandóságával az örökkévaló Isten előtt, az embereket te meghagyod halni. Oh.
a mi együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható és örök Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Úristen. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim az Úrban, Istennek igéjét, amely az ő kegyelméből ma, a naptári esztendő utolsó vasárnapján is megszólalhat közöttünk, a református bibliaolvasó Kalauz által mára kiemelten ajánlott részből, János apostol első levelének második fejezetéből olvasom, a 12. és 17. versek által határolt szakaszt. Hallgassuk úgy ezt az igét, mint ami bennünket is megszólítani kész, isteni szó. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten ígéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ámen. Istenünk, aki az ő lelke jelenlétével kész megajándékozni bennünket, ha kérjük ezt tőle Krisztusba vetett hittel, tegye megértetté, befogadottá, életünkben gyümölcsözővé az ő igéjét. Hogy ez így lehessen, fejünket meghajtva, de helyünkön maradva, a 102-es Zsoltár válogatott verseivel imádkozunk. Most a Szentírásból olvasom majd ezt a Zsoltárt, mégis legyen úgy közös imádságunk, hogy azt lélekkel követjük. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evéstől is elfelejtkezem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra a Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, itt van már az ideje. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Örökkévaló Isten, a Zsoltár szavaival kérünk téged, mulandó életünk napjait találkoztasd a te örökkévalóságoddal, szólalj meg közöttünk a te ígéddel és szent lelkeddel, fiadért, Krisztusért. Ámen. Közös ének szóval is készüljünk az ige meghallására, a hirdetett igére figyelésre, a 90. Zsoltár 7.
és 8. versét énekeljük. Taníts meg azért minket, hogy rövid voltát életünknek értsük, s eszességgel magunkat viseljük. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, melyel megszólított engem, és amely nyomán most az ő szent lelkét segítségül hívva és várva, az ő üzenetét szeretném helyezni a ti szívetekre és a ti életetekbe is. Írva van az imént már felolvasott bibliai részben, János első levelének 2. fejezetében, ahonnan a 17. verset olvasom újra kiemelve. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ámen. Kedves testvérek, a 2018-as év utolsó vasárnapjához talán keresve sem lehetett volna ennél jobb igeszakaszt keresni. Jobb igeszakaszt annál, amit János apostol első levelének 2. fejezetéből kiemeltünk, mert szinte a naptári évek határán álló ember helyzetét adja elénk, a saját helyzetünket, amiben éppen benne vagyunk. Egyrészt nyilván látja, sőt láttatja is az apostol az elmúlást, észleli az elmúlást, talán vissza is tekint, majd nyit a jövő felé, mégpedig a biztos és maradandó felé. Onnan indul, és ebben talán az idősödés felé haladó János apostol saját tapasztalatait is lüktetni érezzük, hogy a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. Mindazonáltal érezzük, hogy többről van itt szó, mint egy idős vagy idősödő ember puszta lamentálásáról. Egy olyan igazság fogalmazódik itt meg a Szentírásban, aminek nyilvánvaló jeleivel mi is szembesülünk lépten nyomon. Mondhatnám akár így nap, mint nap, vagy percről percre.
Egy olyan igazság van itt, amivel az egész emberiség tisztában van, csak fájdalmassága miatt ritkán meri komolyan venni. Elmúlik a világ. Érdemes elgondolkodni azon, testvéreim, hogy talán amiatt is durrogtatunk, meg fényűző parádézunk szilveszterkor, olyan készségesen, olyan nyitottan, még pénzt is készek vagyunk érte kiadni, mert elviselhetetlen számunkra az a tudat, és az a tudat alatt folyamatosan munkáló tény, hogy elmúlik a világ. És inkább próbáljuk elűzni magunktól a rettenetet, semmint hagynánk, hogy igazán komolyan megérintsen bennünket. A Szentíró nem ilyen gyáva gyenge. A Szentíró nagyon komolyan fogalmaz, szinte félreteszi az érzelmeket, amelyek elfüggönzik a lelket felkorbácsoló tényt, és ijesztő tárgyilagossággal mondja ki, elmúlik a világ és annak kívánsága is. Elmúlik a világ tárgyi és érzelmi vonatkozásban is. Nem marad belőle semmi, így is mondhatnánk, mint a tűzijátékainkból, amikre hihetetlen pénzeket dobunk ki, végeredményben értelmetlenül, mert csak füst marad belőlük, meg szemét. Nem marad belőlük semmi, csak a lyuk a pénztárcánkban, a szennyezés a ránk bízott világban, a kutyánk lelkébe égő félelem és rettegés, vagy ha marad valami, akkor talán a sötétség, ami sokkal nagyobb akkor, amikor a tűzijáték elmúlik, mint előtte volt. Vagy ha nem ennyire komor, kritikusan fogalmazunk, marad néhány percnyi önfeled gyönyörködés, ami egy gombos tűfejnyire zsugorodik, és a múltba sodródik az idő múlásával. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, mondja ki a Szentíró az igazságot, ami lépten nyomon szemeink elé tárul, ha megvizsgáljuk életünket, még ha csak az olyan nagy katasztrófák nyomán próbáljuk is komolyan venni, ha vagyunk hajlandóak valamelyest is komolyan venni, mint 2001. szeptember 11-e, vagy az idei erdőtüzek, amelyekre visszatekintünk. Pillanatok alatt elpusztul az, amit a tudomány, a csúcstechnika, az emberi ész és kéz nagy erőfeszítésekkel és iszonyatos pénzbefektetéssel létrehozott. Elmúlik a világ és annak kívánsága. Kedves énekükkel mondhatjuk, és énekelni is fogjuk ezt az éneket, kis életem fut, s hervadásba hull, bú lesz a vígság, fényesség fakul, csak változást és romlást lát a szem. Itt azonban vált egyet a hitvalló költő, és így folytatja, változhatatlan, ó, maradj velem. Ez a váltás megvan a mai igében is. Megvan az öreg János apostolnál is, aki miután szembesít azzal, hogy a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, nem azzal folytatja, hogy akkor hát együnk, ígyunk, és holnap úgyis meghalunk, hanem azzal folytatja, hogy de, aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves testvérek, ezt a lehetőséget, ezt az opciót szeretném szívetekre helyezni most, amikor egyik lábunkkal még 2018-ban állunk, a másikkal pedig már 2019 felé terpeszkedünk, bizonytalanok is vagyunk, hogy akkor mi lesz, hogyan lesz, azt se tudjuk még talán megfelelően értékelni, hogy mi volt. Ma arra hívlak benneteket, hogy ne tehetetlenül szemléljük, hogy visszahozhatatlanul múlnak életünk percei, és magukkal ragadják a múltba kívánságainkat, vágyainkat, de még szeretteinket és egészségünket is, hanem tekintsünk úgy előre az apostollal, hogy az örökkévalót és az örökké megmaradót lássuk. Ma a naptári év 52. úrnapján és utolsó Isten tiszteletén arra hív Istenünk igéje, hogy csatlakozzunk az apostolhoz és az ő látásmódjához, és a múló idő síkjáról, az idő sodrásában állva tekintsünk a maradandóra, hogy az határozza meg a jövőnket. Talán már az is elég lenne örömüzenetnek, hogy egyáltalán van maradandó
ebben a változó és múló világban. Azonban erről már volt szó karácsonykor. Volt szó karácsonykor arról, hogy Jézus Krisztus az, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ez az ige gazdagította az életünket, ő, aki mindennek a csúcsáról érkezett le hozzánk a világba, aki azóta is mindeneknek a csúcsán van, és mégis éreztetni tudja a jelenlétét velünk, megmarad. A mai ige pedig mintegy tovább vezeti a vonalat ettől a biztos ponttól, aki egyszerre van fölöttünk és velünk, a mi irányunkba, amikor ezt a maradandóságot, ami Krisztusban van, ami isteni dolog, az előbb az imádságokban, az igékben is ez jött elő, hogy csak ő örök, egyszer csak ezt megnyitja felénk, és megnyitja előttünk. Aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nem csak Isten marad meg tehát, neki sajátossága az, hogy ő megmarad. Ő az, aki változhatatlan a maga gazdagságában és örökké valóságban. Nem csak ő marad meg, hanem az is, aki ő hozzá tartozik, aki ő vele kapcsolatban van, aki az ő akaratát cselekszi, mondja János apostol. Nem csak Krisztus marad meg, akiben Isten leereszkedett hozzánk, majd megmutatta az utat a mennybe, a csúcsra, hanem mi is kapaszkodhatunk, miközben úgy tűnik, hogy zuhan ez az egész világ, tátong előttünk az űr, megmaradhatunk, ha belekapaszkodunk az ő akaratába. Az jutott eszembe, hogy szinte úgy működik az Isten akarata, mint egy beülő hám a falmászáskor. Nem tudom, hogy a testvérek ültek-e már ilyen falmászó hámba, nagy ritkán, de évente egyszer azért eljutunk a családdal egy kalandparkba, és én szeretek felmászni ott az ott meredő falra. Nagyon érdekes ez a fal, mert tulajdonképpen leküzdhetetlen akadály, távolról is látszik, csalogat, de önerővel nem tud az ember igazán felmászni. Egy kicsit olyan ez a mászó fal a maga hihetetlen meredekségével, magasságával és a tetejéről nyíló kilátással, mint a mennyek országa. Egyedül hozzáférhetetlen. Nekem sem megy, hogy felmenjek rá. Ott áll, magaslik mindenki előtt, hívogat mindenkit tulajdonképpen, mégis csak akkor tudja használni a közönség, akik oda mennek, amikor oda jön a szakavatott segítő, az alpinista, aki egyébként segítség nélkül is fel tudna valószínűleg mászni erre a falra, és át tudja fűzni a tartókötelet a fent levő csörlőn, a fent levő karabineren, és lehozza a kötél másik végét, és belebújtat bennünket tulajdonképpen egy ilyen hevederbe, nem erőszakkal, hanem csak akkor, hogyha mi is belelépünk a hevederbe, rögzíti hozzá a kötelet, és maga is belebújt egy ilyen hevederbe, és a kötél másik vége nála van. És így indul el tulajdonképpen a mászás a falon. Még egyszer mondom, maga is beül egy ilyen hámba, ami rögzítve van a tartókötélhez, és mi is beülünk. És miután ránk szabta, ránk állította ezt a hevedert, akkor indulhat a mászás nyilván egy irányba, egyetlen egy pont a biztos pont, a fent levő karabiner, amin át van fűzve a kötél. És ahogy kapaszkodunk felfele, a biztos pont felé, úgy feszíti a segítőnk a kötelet, emeli a hámot, amelyiknél fogva egyébként meg tud tartani bennünket akkor is, amikor mi már nem tudunk kapaszkodni, sőt, még emelni is tud felfele. Egyszer láttam egy embert beülni egy ilyen hámba, hát egy nálam másfélszeresen nagyobb ember volt, és lent pedig a segítő olyan törékenynek tűnt. Ott állt egy kislány, aki nyergestől volt, nem tudom, 55-60 kiló, és mondtam, hogy ez kétszeres súly, ami itt van. És mégis meg tudta tartani, mert rögzítve volt fent, a biztos gyűrűben, rögzítve volt lent, a földön, egy betonpillérben, és rögzítve volt az ő hevederén. És amikor ez a nagy, erős ember ott elhagyatva minden erőtől és kapaszkodástól, tulajdonképpen zuhanásra volt ítélve, akkor is megfogta. És megmaradt ott, ahol van.
Amiatt hozom ezt a példát, mert az Isten akarata egy picit ilyen. Krisztus tulajdonképpen az az alpinista, aki felvette a hevedert értünk. Neki aztán nem volt rá szüksége. Ez kolonc. Enélkül is fel tud menni. Ő otthonosan érzi magát a csúcson. Neki teljes kilátása van mindenről. Senki nem kényszerítheti arra, hogy lejöjjön értünk, akik lent sóvárogva várakozunk. De mégis megtette ezt. Lejött, megmutatta, hogy honnan érkezik. Aztán ránk bízta magát, hagyta, hogy mi betontömbé tegyük, mozdíthatatlanná tegyük, bedugjuk a föld alá. De ezzel is létrehozott lent egy biztos pontot. És életének a kötelét ezen is átszőtte. Hitvallásosan azt mondjuk, alászállt a poklokig. Lement, és ez a biztos pont lent. Megvan a fenti pont és a lenti pont. És utána visszament isteni erejével, és újra kész hozzánk jönni, felvenni értünk a hevedert, összekapcsolni a kötélen keresztül önmagát, meg bennünket, és segíteni bennünket fölfele. Megmutatta az Isten akaratának az útját, amin mozoghatnánk fölfele, csak elindulni kell e felé, a pont felé. Bár a fal mindig ott áll mindenki előtt, még a kalandparkban is, csak azt tud felmászni rá, aki önként hagyja, hogy a hevedert rögzítsék rajta. Aki önként belép a hámba, aki cselekvőleg lép oda, és hagyja, hogy a segítő rászabja, és mozgassa abba az irányba, amelyik a biztos irány. Aki beül a biztonságba, ebbe a biztonságba. Aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, ezt mondja a mai ige. Aki az Isten akaratának cselekvésébe belehelyezkedik, a biztonságba, amit Krisztus hozott, az tud mozogni a biztos pont felé. Az nem szakad le, az nem vészel, az megmarad örökké. A mai szakaszunk három lehetőséget is felkínál, testvéreim, arra, három tartóhámot is felkínál arra, hogy hova tegyük a lábunkat, hova mozduljunk, hova szálljunk be. Ha már itt terpeszkedünk, egyik lábunk még 2018-ban, a másik már próbál valami biztosat találni 2019-ben, három lehetőséget is elénk ad az ige a mai szakaszban, hogy hogyan kínálja Isten nekünk ezt a hevedert. Mégpedig úgy kínálja, hogy nyitott minden időre, jelenre, múltra, jövőre. Egy olyan igeidőt használ itt János apostol, aki nagyon jól tudott görögül, egy olyan igeidőt, ami időtlen. És azt mondja, hogy ezt kínálom nektek, ez megmarad. És minden korosztályra nézve kínálja, nem tudom mennyire figyeltétek meg az igeolvasásban, gyermeknek, apának, ifjúnak, mindenkinek kínálja. Hadd kérjem azt, hogy érezd magad érintve. Mert ez előtted is nyitott, előttünk is nyitott, bármilyen korban vagy, bárhova tartozol, bármikor élsz. Azt mondja az ige, azt üzeni, hogy bele lehet helyezkedni az Isten akaratába, tényleg így, bocsánat a példáért, de mint egy ilyen beülő hevederbe, és így a megmaradásba lehet belehelyezkedni, már gyermekként is. Nem csak a kiskorúak vannak itt megszólítva, amikor arról beszél János apostol, hogy gyermekek, meg nincsenek kizárva a hölgyek sem, amikor arról van szó, hogy apák. Meg nincsenek kizárva az idősek sem, amikor azt mondja az apostol, hogy ifjak, hanem a hitbeli érettség szerint súlypontoz a Szentíró. És arról beszél, hogy vannak, akik hitben gyermekek, és vannak, akik hitben már apák, és vannak, akik hitben erős ifjak. Hogy melyik csoportba tartozol, az döntsd el, testvérem, azt nem én akarom eldönteni. Amit hangsúlyozni szeretnék, az, hogy ez mindenki előtt nyitva van. És először azt mondja a mai szakasz, hogy bele lehet helyezkedni az Isten akaratába, mint tartó hevederbe, gyermeki hittel. Bele lehet helyezkedni a bűnbocsánatba.
Ezt említi először az ige, majd hazamenve olvasd át még egyszer, vagy ha itt van a Szentírás előtted, akkor nézd meg, ez az első, amit említ, a bűnbocsánat, mint Isten akarata. Ez az első tartóhám, amit kiemelek, amit az ige szakaszunk is elsőnek említ, mert az Isten azt akarja, hogy kapcsolat legyen köztünk és közötte. És ez a kapcsolat a mi részünkről nem működik, akadályokkal terhelt, görcsökkel terhelt, bűnökkel terhelt. Az Úristen pedig azt akarja, hogy ne legyenek akadályok, hanem párbeszéd legyen, folyamat legyen, megszólítás legyen, hogy ismerjük őt, hogy még a bűneink se akadályozzák a kapcsolatot. És erre kínálja az első hevedert, azt mondja, gyermekek, megbocsáttattak a bűneitek az ő nevéért. Benne tudhatjuk magunkat gyermekként ebben az akaratban. Nincsen olyan áthidalhatatlan akadály már Isten és közötted, ami a kapcsolatot tönkre tehetné. Ha ebben a kapcsolatban gondolkodsz, ha ebbe a kapcsolatba belehelyezkedsz, ha közel engeded magadhoz az Isten bűnbocsátó kegyelmét, amit nem tudunk kiérdemelni, de mégis megkapjuk, akkor tart ez az élet minden viszonya közepette. Gyermekek, megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért, és ismeritek az atyát. Ebben tudhatod magad. Ő a nevét adta ennek a kapcsolatnak a szabadságához. Saját fiát adta ennek a kapcsolatnak a szabadságáért, a bűnbocsánatért. Ebből egyértelmű az ő szándéka, az ő akarata. Krisztus váltságműve, ez az egész artista mutatvány, ez az egész életveszélyes halálba, de utána feltámadásba vezető folyamat, ez nem véletlen, ez nem egy szerencsétlenség, hanem ez az Isten akarata volt. És ez az egész akarat arra irányul, hogy a kapcsolatunk vele meglegyen. Gyermeki kapcsolat. Ez az első tartóhám, amiben belehelyezkedünk, az Istenre való nyitottság és bűnbocsánat, az ő nyitottsága ránk, amire válaszolhatunk. Ez ad biztonságot és megtartást. Ez az Isten akarat, amivel cselekvőleg, gyermeki hittel bekapcsolódhatunk. Ahogyan bekapcsolódok újra és újra a fal alatt, ebbe a hevederbe, amikor odajutok, és az a hitem, hogy ez engem meg fog tartani. És tényleg megtart. A bűnbocsánat és az Istennel való kapcsolat, ez az első heveder, amiben be lehet kapcsolódni akarattal, még egyszer mondom, nem erőszak a disznótól, és az Isten országa sem az. De akarattal bele lehet lépni, és akkor ez megtart. A második tartóhám, amit az apák, tehát a hitben és életben már tapasztaltabbak elé ad ajánlásként a Szentíró, az az Isten ismeretének folyamatos gyakorlata. Egy folyamatos és erős kapcsolat az Úristennel. Aki megismerte már az Urat, az élet folyamatában is gyakorolhatja és tapasztalhatja a vele való kapcsolatot. Saját élet folyamatodban is. Saját körülményeid között is. Ha tudod úgy tekinteni az életedet, ha bekapcsolódsz ebbe a hámba, hogy ez nem pusztán megy, szalad, elsikkad, vagy nem lesz már, hanem ez az Isten kezében van, akkor lépten nyomon észreveszed az Isten munkáló keze nyomát az életedben. Ez néha fájó oltókés, ahogy Tóth Árpád írja a versében, néha áldóan simogató kéz, de ott van az Isten keze nyoma. Tetten érhető az Isten az életedben, és ez egy hatalmas vigasztalás és tartás. A biztos, az örökké való van kapcsolatban velem, és az ő kapcsolatának folyamatos ereje van ott az életemben, aki a kezdettől fogva van a múltban és a jelenben megmaradt. Kétszer is mondja az igénk, gyakorlatilag szó szerint ismétli, szinte súlykolja a Szentíró apák, vagy hadd mondjam így, hogy ne érezzék magukat a hölgyek sem kizártva, tapasztaltabbak, ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Ti, akik hitben jártok már, előrébb, mint a gyermekek, akik már nem csak rábízzátok magatokat a bűnbocsánat kegyelmét átérezve, ennek a tartását élvezve,
hanem ebben a tudatban vizsgáljátok meg az életeteket, láthatjátok, hogy hogy működik. Nézd vissza 2018-ra. És hogyha a hitbeli tapasztalat az ajándékod, akkor látni fogod, hogy hány helyen működik az Isten, működött az Isten, és még így sem fogod észrevenni minden helyen, de talán lehet ebben elmerülni, ebben megkapaszkodni. Megismerhettétek életetek folyásában, tapasztalhatjátok, hogy jól tart az Isten, vezet maga felé, húz bennünket, mint e felé a biztos karabiner felé, és egészen biztosan tart. És a megmaradásba emel még akkor is, amikor már idős vagy, és elfáradsz. És már nem bírsz kapaszkodni. Az előbb mondtam ennek a súlyos embernek a példáját, aki ott volt. És tartotta a kötél. És nem zuhant le, nem a semmibe ment. Már nem tudunk néha mászni az élet falán, úgy érezzük, de akkor sem zuhanunk le, mert ismerjük azt, aki minden korszakot átívelően van. Jó őt ismerni, jó észrevenni és látni újra meg újra. Jó, hogy Isten akarata, önmaga megismertetése, a jelenlétének éreztetése bajban és jóban egyaránt, és mi belehelyezkedhetünk ebbe a folyamatos akaratba. Hálásan reflektálhatunk arra, hogy hányféleképpen, hányféle eszközzel, módon és időben jelentette ki magát Isten felénk. Mennyi-mennyi ponton tartott és kínált biztonságot az ő kegyelme. És ez tartást ad. És a harmadik tartóhám, amit az ifjak, a hitben lendületesek felé közvetít a Szentíró, ilyen szavakkal: legyőztétek a gonoszt, és erősek vagytok, és Isten ígéje lakik bennetek. Isten akarata az, hogy már életünkben tapasztaljuk a vele való kapcsolatot, és a gonosz fölötti győzelmet, az erőtlenségünk fölött aratott diadalt, és vele párbeszédben maradva érezzük az ő szavának erejét. Isten akarata az, hogy az ő igéje lakjon és munkáljon a szívünkben, és ennek nyomán belülről mozduljunk az ő akarata felé. Aki hitben erős, az olyan, mint az a falat mászni készülő, aki maga is tesz lépéseket. A biztonságot nem ő adja. Az erőt sem magából meríti, mert az elfogy egy idő után. És nagyon meredek fal az élet. És mindenkinek az életében eljön egy olyan pont, ahol már magától nem tud kapaszkodni. De mégis, ameddig hitben erős az ember, addig nem pusztán himbálózik ebben a kegyelemben, amit az Isten ad, hanem maga is húzza magát fölfele. És ez lehetővé tesz győzelmeket. Győzelmeket még a gonosz fölött is. És micsoda győzelmeket? Egy közösen tapasztalt példánk erre ebben az esztendőben az ifjúsági házunk. Hát ha őszinték vagyunk magunkhoz, síralmas volt az állapota. Nem csak 4 évvel ezelőtt, hanem kívülről nézve még ennek az évnek az elején is. Majd mindjárt látni fogjuk képen is. De kaptunk fiatalos lendületet az Istentől. Hitbeli fiatalságot. És nem csak korban fiatalok kapták ezt a lendületet, sőt, elsősorban nem a korban fiatalok kapták, és győztünk. Istenre figyelve legyőzetett a pusztulás, és lett a helyén virágzás. Legyőzetett a tétlenség, és lett belőle szolgálat, meg szolgáló közösség. Legyőzetett a kicsinyhitűség, és lett belőle hálaadás. Ifjak lettünk. És ifjakként ültünk bele Isten akaratának a tartó hámjába, és megtapasztaltuk, hogy erősek vagytok. Az Isten igéje lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Mindenki előtt ott van Isten akaratának az örök megmaradásra tartó hámja. Hitben gyermekek előtt, hogy gyermeki hittel belehelyezkedj az Istennel való kapcsolatba, a bűnbocsánatba, hogy elfogadd azt, ami az ő részéről nyitott. Hogy elfogadd, hogy ő nem ró fel neked semmit, hanem arra hív, hogy kapcsolatba légy vele, teljesen szabadon.
Ott van Isten akaratának az örök megmaradásra tartó hámja a hitben tapasztaltabbak előtt, akik már nem csak boldog kapcsolatban tudják magukat az Istennel, hanem ismerik és egyre jobban és jobban megismerhetik a saját életükben is. És ott van Isten akaratának az örök megmaradásra tartó hámja a hitben ifjak előtt, akik nem csak azt élik meg, hogy tartja őket az erős és időt álló, beülő hám, hanem maguk is igyekeznek kapaszkodni a falon. És minden egyes kis mozdulattal öröm tölti el a szívüket és hála. Még akkor is öröm van a szívünkben, az enyémben legalábbis, amikor felmászok egy kalandparkban a tetejére egy falnak. Mennyivel nagyobb lehet az öröm a szívünkben, amikor tudjuk, hogy a biztos csúcs felé vagyunk úton, ahol egykor elérünk, de már most is érezzük ennek tartó erejét és vonzó erejét. Kedves testvérek, akit most itt terpesztünk az elmúlás szakadéka fölött, kifeszített kötélhágcsó ingatag madzagjai között, most éppen 18 és 19 között, üljünk be a biztonságot az örök megmaradást adó hámba, helyezkedjünk bele az Isten akaratába és annak cselekvésébe. Éljük meg a vele való kapcsolat szabadságát, a bűnbocsánatot gyermeki örömmel, erősödjünk ebben a kapcsolatban nagykorú bölcsességgel, és szolgáljunk ennek erejéből fiatalos lendülettel. Mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ámen. Az ige üzenetére válaszoljunk az 511-es dicséretünk második és harmadik versével. Kis életem fut, s hervadásba hull, de minden múló perc hozzád visz közel. Helyünkön maradva könyörögjünk ahhoz, aki velünk kész maradni. Mindenható Úrunk, örökkévaló Istenünk, nagyobb boldogsága nem lehet embernek, mint hogy téged megismerhessen, a te bűnbocsátó kegyelmedet elfogadhassa, és viszont szerethessen téged, hogy életében is életével téged imádhasson, és ebben a tudatban élhesse és alakítsa mindennapjait lendülettel. Hálával tölti meg szívünket, hogy ezt a boldogságot nekünk is felkínáltad. Most is megengeded, hogy igéd köré gyűjjünk,
és kapaszkodót nyerjünk, akkor is, amikor az elmúlás szakadéka fölött kifeszített kötélhágcsó ingatag madzagjai között 18 és 19 között terpesztünk. Köszönjük, hogy te biztos beülő hámot hevedert adsz nekünk, és mint ilyenbe helyezkedhetünk bele a te akaratodba. Köszönjük, hogy mint előkészített helyre helyezkedhetünk a veled való kapcsolatba. Dicsőítünk azért, hogy miközben nyilván látjuk a tényt, hogy a világ és annak kívánsága elmúlik, nekünk megmaradást ad az, hogy mi megélhetjük a veled való kapcsolat szabadságát gyermeki örömmel, erősödhetünk ebben nagykorú bölcsességgel, és szolgálhatunk ennek erejéből fiatalos lendülettel. Könyörgünk hozzád, szerető atyánk, légy és maradj velünk ebben a pusztulásra felé rohanó világban ígéreted szerint. Éreztesd biztonságot adó jelenlétedet feszült napjainkban és ünnepeinkben. Közeledj hozzánk napok végén és napok elején, és ne csak hozzánk közeledj, hanem a nehézségekben levőkhöz is. Legyenek azok lelki, testi vagy anyagi természetűek. Könyörgünk, közeledj a betegekhez, mint gyógyító szeretet, közeledj a gyászolókhoz, mint vigasztaló irgalom, közeledj a hálaadókhoz, mint az öröm teljessége, közeledj a családokhoz, mint aki gazdagítani tudod őket, közeledj gyülekezeti közösségünkhöz, mint aki tartod azt, közeledj városunkhoz, országunkhoz, a világhoz, és adj újrakezdési lehetőséget veled, hogy valóban boldog új esztendők lehessen, amiben megéljük, kiteljesedetten éljük meg a veled való kapcsolatot, amit lehetővé tettél Krisztus Jézusért. Ámen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne menj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljunk helyet, testvérek, Dorkát pedig arra kérem, hogy kapcsolja be a kivetítőt, és majd utána kísérje, vezesse képekkel azt, amiről beszélni fogok. Hálaadó visszatekintésre hívom a testvéreket. Tényleg benne, hogy látszani fog így is, de hogyha meg szükséges lesz, akkor kikapcsoljuk. Múlóban van az esztendő, a világ elmúlik, annak kívánsága is. Vannak dolgok, amiket már visszahozni nem tudunk, csak megélni tudhattuk őket Isten kegyelméből. De aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. És az, ami az elmúlt évben is illeszkedhetett az Isten akaratába az ő kegyelméből, az hálaadásra késztető tényezőként megmarad a lelkünkben, és már most kapcsolatot hoz létre és ápol az Úristennel. Hálát adhatunk Urunknak azért, hogy megtartotta életünket, és áldásával kísérte gyülekezetünket. Ennek képekben is rögzített jeleiből készült egy összeállítás, ami erősítheti a vele való kapcsolatunkat, és a hálaadásunkat erősítheti. Én úgy látom, hogy azért látható lesz ez a kép, aki pedig olyan helyen ül, hogy nem látja, biztatunk mindenkit arra, hogy segítsen magát, és üljön olyan helyre, hogy lássa. Először is hirdetem, hogy hálaadó istentiszteletünket követően süteményes szeretetvendégség keretében szeretnénk birtokba venni, hálát adva Istennek az ifjúsági házat, tényleg hálát adva azokért a munkálatokért, amelyeket az ő erejéből, kegyelméből és tőle kapott közösségben elvégezhettünk. Hirdetem, hogy holnap után az új év első napján, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön
indítjuk el az évet az ígére való figyeléssel, ezt követően pedig közösségi köszöntésre hívunk és várunk mindenkit a lelkészi hivatalban. És most, hogy elértünk oda, most már előttünk van 18, akkor zárjuk le előbb ezt a 18-at. Úgy indult az évünk, hogy egy újonnan megválasztott presbitérium alkotta a húzó erőnek az emberi oldalát, az előcsapat a presbitérium lett. Örülünk, hogy erőben megifjodni is tudtunk. És hát ezzel az erővel álltunk neki azoknak a körülményeknek, az azokon való munkálkodásnak, amelyek adottságokként ott voltak. Az ifjúsági házunk az így nézett ki még, azután dolgoztunk rajta többet, három kép is van talán előttünk. Ez már egy előre haladottabb állapot, majd mindjárt lesznek oda át még képek, amik a folyamatot bemutatják, és végül az utolsó állapotról is kérek egy képet, ami pedig már a mostani állapotot mutatja, persze közben a háttérben a munkálkodást is, ami ott van. Nem csak testileg és fizikailag voltunk ott a folyamatokban, hanem lelkileg is belehelyezkedhettünk. Voltak igei alkalmaink, nem csak vasárnaponként, és nem is csak bibliaórák, hanem sorozatok. Ezek közül a nagy hetit emelem éppen ki. És voltak olyan alkalmak, amelyek megnyíltak mások előtt is, nem is csak a gyülekezet berkeiben. Például presbiteri konferencia volt, megyei szintű találkozás április végén. Még a megyén is túl ment a nyitás, és bízom benne, hogy ez az Isten végtelen nyitását is jelképezi azért valamennyire. Az egyház kerület felé is igyekeztünk nyitni. Egyházkerületi női konferencia volt május végén. Nem csak a meglevőkre és a jelenre figyeltünk oda, hanem a múltba is visszatekintettünk. A Hősök napja alkalmából tartottunk visszatekintést itt a templomtornyon levő emlékműnek köszönhetően, és a közelmúltra is visszagondoltunk, hogy mióta figyelhetünk együtt az Úristenre. Azután következett pünkösd, ami hitbeli élmény is volt, bízom benne és hiszem, a lugosi testvérekkel együtt, az ő vendéglátásukkal együtt tudtuk megélni ezt az ünnepet a város előtt, ezzel is jelezve a nyitottságot és Isten hívását feléjük. És volt, aki engedett is ennek a hívásnak, konfirmációs ünnepséget tartottunk, három fiatal volt itt közöttünk, és örülök, hogy a mostani konfirmandusok is itt vannak, akikkel készülni tudunk. És erre a hitbeli megerősödésre készít fel tulajdonképpen a gyülekezeti alkalmak sora, nem utolsó sorban a táborok köre. Volt kölyök táborunk, ahol a kifisek voltak, ők egyébként már az ifjúsági házban laktak, még itt mentek a munkálatok, a rámpa olyan volt, amilyen, még volt, amit át kellett hidalni, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy együtt legyenek közösségben és az Istenre figyeljenek. Volt napközis táborunk állati küldetéssel, volt családi táborunk, és volt bringás ifis táborunk is, amikor értékköröket tettünk, hogy megőrizhessük az értékeket, és rálássunk az örök értékre. A családi tábor Mátraházán volt, gyönyörű környezetben tudtunk ott lenni. Így van, közösségben ráláttunk a Mátrára, ráláttunk az Isten kegyelmére. És volt egy olyan táborunk is, ami a 18 év fölöttieket volt hivatott megszólítani. Kevesen jöttek el rá, de utána családi istentiszteletet is tartottunk teljesen nyitott körben. Többen voltunk itt 18 év fölöttiek, még 18 év alattiak is voltak, és együtt tudtunk erősödni abban az Úristenben, aki a kegyelmét adja nekünk. Fiatalokkal együtt is figyeltünk Krisztusra, látjuk a szép Krisztus szimbólumot, aminek a jelentése is megvilágosodott már előttünk. A felnőttek körében pedig a nőszövetség példáján is lehet nyomon kísérni azt, hogy hogyan lehet az Úrra figyelve szolgálni. Szolgáltunk utána együtt a testvérekkel, hittestvérekkel reformáció emlékünnepén, szolgáltunk a magunk körében, bibliaiskolában, egybe kapaszkodva, elmélyülve az Isten ismeretben, és szolgálhattunk gyereknapon is együtt az ifjakkal és kicsinyekkel.
gazdag áldás és év áll mögöttünk, erre emlékeztethet a karácsonyi vásárunk, az adventi esték sorozata és a karácsonyi ünnep is. Köszönjük mindazokat az eredményeket, amelyek elsősorban Isten kegyelmének emellett, és ennek lendületéből táplálkozva pedig a testvérek lelkes adakozásának, valamint a szolgálatokban való aktív részvételnek köszönhetőek. Szolgálja minden Isten dicsőségét, úgyhogy a mi töredékesnek tűnő próbálkozásaink is az ő akaratába helyezkedjenek, mert így van esély arra, hogy amit teszünk, az is megmarad, maradandó lesz. Most pedig gyülekezetünk gondnokának adom át a szót. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy hálával gondolom vissza a 18-as évre. Nagy tisztelet úr összeszedte, hogy miket tettünk így közösen, de a vezető az Úristen után itt a helyben, nagy tisztelet úrunk volt, akinek köszönjük azt a sok odafigyelést, a gondoskodást, amit a ciprusági házzal és a gyülekezettel tett. Nagyon köszönjük azt a sok igehirdetést, amiből nagyon sokat tanulhattunk. Köszönjük a bibliaiskolát, amiből még plusz adalékot kaphattunk a bibliaismeretünkről. Nagy tiszteletű asszonynak nagyon sok szeretettel köszönjük ezt a sok ifjúsági munkát, a bibliaórákat és az adventi vásár előkészítését. Köszönöm a gyülekezetnek azt a sok odaadó munkát, amit a gyülekezet építésében a munkával részt vettek. Köszönjük az adakozást, és köszönöm azt, hogy együtt lehetünk, és az Úristenre együtt figyelhetünk. Aki még nem volt közöttünk, azt nagyon szépen kérem, jöjjön el közénk, érezze meg ezt a sok együttlétet, annak az örömét, hogy mennyivel jó együtt dolgozni, és az Úristenre figyelni. Magam és Presbitérium nevében mindenkinek köszönöm a munkáját, és kérlek, legyetek velünk ezután is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nyilván a bemutató is csak egy részét mutatta meg annak, ami a gyülekezetben zajlott, és a mi próbálkozásaink is csak részszerintiek. Nagyon sok minden van még, amit tenni kellene. Néha fájdalmasan vesszük észre, hogy mi az, amit tenni kellett volna. De bízunk benne, hogy az Úristen megáld bennünket erővel, bölcsességgel a következő esztendőben is. Ezt kívánom is a gyülekezetnek így többes számban. Most pedig visszatérek a jövőbe való tekintésre. Már a kijáratnál lehet találni olyan írott sajtótermékeket, amik az Istennel való kapcsolattartását az ő igéjének tanulmányozásán keresztül segítik. És hívunk mindenkit, ahogy az imént említettem, át az ifjúsági házba, ahol pedig hálát adunk, megtapasztalva, meggyőződve arról a kegyelemről, aminek az erejét, tartó heveder erejét érezhetjük. Hirdetem, hogy a gyülekezeti bibliaórák sorozatát január 10-ével kezdődően folytatjuk majd, és biztatunk mindenkit, bekapcsolódva gondnokasszonynak a hirdetéséhez, hogy éljünk az alkalmakkal, és hívogassunk másokat is az Úristen közelébe és a gyülekezet berkeibe. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek imádságait, szolgálatát, nagy lelkű adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez és Isten dicsőítéséhez. Kérjük a testvéreket, hordozzák imádságban és szeretetben a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr pedig legyen a mi őriző pásztorunk. Amen. Az áldás fogadására a 90. Zsoltár utolsó 9. versének eléneklésével készüljünk. Ez egy közös kérésünk is. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Mindannyian az Isten szolgálatában állhatunk, ha az ő akaratát cselekesszük.
Fennállva kérjük és fogadjuk Istennek igéjét áldásként. Legyen velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Ámen. Áldást, békességet!